Az elmúlt három forduló eredményei nem úgy alakultak a Kisvárda számára, ahogyan azt a játékosok, vezetők, szurkolók szerették volna. A csapat a Videoton elleni döntetlent követően kikapott a Honvédtól, az Újpesttől és a Ferencvárostól, így kieső helyre csúszott a tabellán. Mint Révész Attila elmondta, több mérhető mutatóban is javult a Várda játéka, de egyéni hibáknak köszönhetően nem sikerült pontokat szerezniük az említett meccseken. A sportigazgató abban bízik, hogy a Puskás Akadémia ellen megszakad a negatív széria. Mindent meg kell tennünk, óriási akarattal kell játszani, és ha elkerülnek ezek a buta fegyelmezetlenségek, egyéni hibák, akkor én úgy gondolom, hogy lehet szanszunk a Puskás ellen, és nagyon fontos lenne, hogy a hátralévő három fordulóban legalább 5 pontot tudjunk szerezni, hogy a tavaszra megmaradjon a matematikai esélyünk is. Én úgy láttam a csapaton, a fiúk szemében a harci tudat megvan, nagyon-nagyon nagy alázattal végzik a munkát az edzéseken. Kérdés az, hogy a meccsen mi valósul meg belőle. Dajka László szerint az elmúlt hetekben végzett munkának előbb-utóbb meg lesz az eredménye. A vezetőedző a Puskás Akadémia elleni meccselőt is a védekezés fontosságát emelte ki. A futballban nagyon-nagyon fontos az, hogy egy szervezett védekezés legyen az alapja mindennek, és abból át tudjunk menni támadásba, és helyzeteket teremtsünk. Tehát valahol ez a futball vezetne eredményre. Egy szervezett védekezés minimális vagy nullára lehozni a védekezésünket, tehát nem kapni gólt, elő pedig mindenféleképpen biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink. Az, hogy ezt hogyan tudjuk értékesíteni, ezt nem tudom megmondani, de nagyon szeretném, ha még egyszer mondom, hogy megnyernénk a mérkőzést. Horváth Zoltán eddig 3 gólt szerzett a szezonban. A támadó bízik abban, hogy a felsőtiak elleni meccsen is segíteni tudja majd csapatát. Az elmúlt 2 mérkőzésen nem kaptam szerepet a kezdőcsapatban, de mostani helyzet vagy szituációt talán megint lehetőséget fogok kapni. Én próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy csapatot segíteni tudjam, vagy esetleg pontokat szerezzünk. A Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőköves Újpest, Szombathely Diósgyőr, MTK Budapest Debrecen, Paks Ferencváros és Molvidi FC Budapest Honvéd.